Maga a szeretet az ő elképzelésük szerint a Szentlélek. Most meg kéne nézni az egész keresztény meg katolikus dogmatikát ahhoz, hogy megtaláljuk, hogy vajon mindenki úgy gondol-e a szeretetre, hogy ez a Szentlélek, de itt kétségtelen, hogy úgy tűnik, hogy a szeretet, ami az Atya és a Fiú között van, az maga a Szentlélek. Mivel a Szentírás a Szent Lelket az Atya lelkének és a Fiú lelkének mondja, azért mindkettően megvan a származási kapcsolata, ezért mondhatjuk, hogy a Szentlélek az Atyától és a Fiútól származik, de nem mint két elftől, hanem mint egytől. Ez nem feltétlen jelenti azt, hogy a másik kettőnek korábban kellett lennie, mint ahogy nem is így van. A Kodesh Ruach az egy lényege az Atyának, és persze ezáltal a Fiúnak.